Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagybőjt harmadik vasárnapja kezdődik, és egy rendhagyó szentmisét ünnepelünk, mert egy darabig most nem találkozhatunk együtt. A vírus helyzet miatt nem lesznek közösségi szentmiséink, annál inkább töltsük meg a szívünket Isten kegyelmével, de bízunk benne, hogy húsvétre már úgy tudunk érkezni, hogy újra együtt imádkozzunk, és addig is hiszik, hogy Isten Isten marad, és az ő erejében élhetjük a mi életünket. Szentmiséinket felajánljuk Valcz Mihály és felesége Valcz Mihályné született Har Máriáért, fiaik András és Zoltán testvéreinkért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, tiszta szívvel ünnepeljük az Úr szent titkokat. Az evangéliumban a kufárok kiűzéséről hallunk majd, Jézus megtisztítja a templomot és a mi szívünket is. A kufárokat a templomból kiűző Úr a nagybőjtben előre haladva meghív bennünket arra, hogy észleljük és azonosítsuk a szívünkben az adok-kapok logikát, ha bőjti vállalásainkért, lemondásainkért cserébe akarunk valamit Istentől, legyen az megbocsátás, kérésünk meghallgatása, vagy erkölcsi felsőbbrendűségi tudat, akkor szemünk előtt még rejtve van a szeretetében mindent, és még a fiát is nekünk ajándékozni akaró Atya. Valódi bőjt, a húsvéti készület nem lehet kevesebb, mint keresztségünkben megtörtént önátadásunk, önfelajánlásunk megújítása, a bensünk mélyén felfakadó szándék, hogy egészen Istenéi legyünk. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, Te a bőjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre. Nézd jóságosan őszinte bűnbánatunkat, és amikor vétkeinket beismerve meghajlunk előtted, emelj föl minket szüntelen irgalmaddal. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes második könyvéből. Isten a Sínai hegynél táborozó népeknek ezeket a parancsokat hirdette ki. Én vagyok az Úr, a te Istened. Én hoztam ki Egyiptomból, földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Emlékezzél meg a szombatról, és szenteld meg. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. Ne kívánd el fele barátod házát, ne kívánd el fele barátod feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem egyéb, amit az övé. Ez az Isten igéje. Thank you.
Szent Lecke, a megválatlan ember mindig várt valamit az Istentől, de várakozását színezték földi vágyai. Az apostol szerint a zsidók olyan jeleket vártak, amelyek népük kiváltságait biztosította. A görögök a vallásban saját bölcselkedésüket vitték bele. Jézus Krisztusban azonban Isten igazi ritka jelent meg, amit csak a hitben lehet felfogni és értelmezni. Aki így megismeri Krisztust, meglátja, hogy benne Isten szeretete és bölcsessége nyilatkozott meg. Ez az Isten igéje. Legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe, a templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindenjukat a templomból, ugyanígy a juhakat és az ökröket is. A pénzváltók pénzét pedig szétszórta.
Az asztalokat fölforgatta, a galambarrásoknak pedig azt mondta, vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak, miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus ezt válaszolta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók ezt felelték, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, sittek az írásnak és Jézus szavának. És amíg Jézus a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, melyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindannyiukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, ritkán látjuk Jézust mérgesnek. Most mégis azt láttuk, indulatos, haragszik. Hát megteheti Isten, hogy haragudjon. Nem haragudott, de indulatos volt. És szomorú volt, mert hogy a templomot egész másra használták, mint amiért az épült. Jeruzsálemben egyetlen templom volt, sőt egész Izraelben ez az egyetlen templom volt, ahol az imádságnak a helye volt. És az imádságukban akkori emberek áldozatokat ajánlottak fel a Jóistennek. És akinek több pénze volt, az nagyobb áldozatot ajánlott. Akinek kevesebb, az kisebbet. És mondhatnánk, kialakult egy ilyen kis üzleti adok-kapok. És azt gondolták volna, aki nagyobb állatot tud föláldozni, az majd nagyobb kegyelmet fog kapni az Úristentől. És Jézus nagyon szomorú volt. És szomorú volt azért, mert hogy az Isten nevében a saját boltjukat űzték a zsidók. És Isten mindig szomorú, amikor az ő nevében teszünk valamit, amihez Istennek semmi köze. És előfordul, hogy Istenre hivatkozunk, és közben abban nincs jelen az Isten. És egy kicsit ebben a nagybőti készületünkben meg kell nézni, hogy amikor mi úgy az Isten nevét mondjuk, akkor mögötte van-e? Amikor 2000-ben a nagy jubileum idején II. János Pál pápa szerette volna az egész anyaszentegyházat áthozza a 3. évezredbe, akkor szeretett volna bocsánatot kérni az elmúlt év, 2 évezred bűneiért, ami az egyházban történt. És csodálkoztak is rajta, mert több mint 100 alkalommal a pápa bocsánatot kért. És mondták neki a bíborosok, szent atya, elég lesz már. És a pápa pedig mondta, hogy van mit kiűzni most is a mi templomainkból, belőlünk. És Jézus ma is indulatos, és talán szomorú, amikor látja, hogy az ő nevében szent háborúkat indítottak az egyházban. És szomorú, amikor erőszakkal hirdették az evangéliumot a benszülötteknek, az indiánoknak, és bocsánatot kért érte a pápa. És bocsánatot kért, amikor a reformáció idején gyűlöltük egymást, és háborúztunk. És mind a két fél, úgy a katolikus, mint a református vagy evangélikus, háborúztunk. És ma is tudunk gyűlölködni és háborúzni, kicsiben és nagyban. És Jézus ostort font, és ma is ostort font. És azt mondja a Biblia, legyél hideg vagy meleg, de ne legyél langyos. Kiköpi a langyost a szájából az Isten. És amikor ilyen kis se ide, se oda nem tartozó vagyok, akkor langyos vagyok. És ezt kell kérdeznünk ebben a húsvéti készületünkben, hogy ne legyünk langyosak. És ne tűrjük meg, hogy úgy van egy látszat, és közben csináljuk a magunk boltját. Templomba szépen viselkedünk, otthon pedig bántjuk egymást. Veszekedünk, gyűlölködünk, hazudunk. Annyi mindent tudunk csinálni,
És a nagyból itt meghívás arra, hogy hagyjuk, hogy Jézus megtisztítson bennünket, a gondolatainkat, a szándékainkat, és új szívet ad nekünk, amikor odaadjuk neki, hogy tisztíts meg. És Jézus tud szenvedélyes lenni, amikor a farizeusoknak azt mondja, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, kívülről szépek, belülről pedig tele vagytok rothadással. Hát bizony nem túl szép, mondhatnánk. Vagy éppen, amikor Heródes akarja, a király, hogy menjen Jézus neki, valami csodát tegyen, azt üzeni neki, mondjátok meg ennek a rókának, hogy nem megyek neked cirkuszt csinálni. Jézus nem fél, mert tudja, hogy az Isten vele van. És jó, amikor tudjuk ezt a Jézust beengedni az életünkbe. És bizony arra tanít bennünket, hogy merjünk így ezzel a bátorsággal, a szenvedéllyel élni az életünket. Ugye a mindennapjainkat, az emberi kapcsolatainkat is jó értelemben. Mert Isten így alkotott bennünket, hogy ne langyosak legyünk. És amikor Pál apostol megtér, akkor azt mondja, felejtem, ami mögöttem van, az előttem lévőnek rugaszkodok, futok a kitűzött cél felé. Futok. És olyan jó, amikor futunk a kitűzött cél felé, és nem csak úgy battyogunk, vagy sétálunk, vagy csak, hát majd lesz valahogy. Adja Isten, most pont ebben a vírus időszakban is merjük futni a mi életünket. Ferenc pápa egy ilyen valaki, aki ezzel a szenvedéllyel éli az életét. Ma, éppen már tegnap előtt Irakba utazott, és ott van egy nagyon különös missziós úton, egy háborús, sebzett országban nagyrészt muszlimok vannak, és van egy kisebbség, ezelőtt 10 évvel még 5 millió keresztény élt Irakban, most 500 ezer. 10 év alatt 4,5 millió ember elfogyott, elmenekültek. És a pápa, mint a keresztény közösség vezetője azt mondja, felelősek vagyunk egymásért, hogy keressük azt a békét. Az iszlám állam, tudjuk, hogy szent helyeket robbantott föl, tönkretett, félelmetes károkat tett, és most olyan profétai dolog, hogy azon a helyen együtt imádkoznak a nagy világvallások követői. És itt Irakban mondta a pápa a következőket, amiből olvasok néhány sort, mert olyan szépen illeszkedik a mi kis vírusos világunkhoz. Tudjuk, milyen könnyű megfertőződni a csüggedés vírusával, mely néha terjedni tűnik körülöttünk. Az Úr azonban hatékony oltóanyagot adott nekünk e kellemetlen vírus ellen. Ez pedig a remény. A remény az álhatatos imából és a mindennapi hűségből születik. Ezzel az oltóanyaggal mindig új energiával haladhatunk előre, hogy megosszuk az evangélium örömét, misszionárius tanítványként, és Isten országa jelenlétének, a szentség, az igazságosság és a béke országa jelenlétének élő jeleiként. Mennyire rászorul a körülöttünk élő világ, hogy hallja ezt az üzenetet. Sose felejtsük el, hogy Krisztust mindenek előtt az evangélium öröme által átalakított életünk tanúságtétele hirdeti. A Jézusba vetett élő hit fertőző, mert meg tudja változtatni a világot. A szentek példája megmutatja, hogy Jézus Krisztus követése nem csak igaz és helyes dolog, hanem szép is. Képes új ragyogással és mély örömmel betölteni az életet a megpróbáltatások közepette is. Terjed egy vírus, nem csak a Covid, hanem a csüggedés, a reménytelenség. És azt mondja a pápa, mi keresztény emberek, Krisztust hordozó emberek lehetünk, a remény emberei. Ez az oltóanyag, amikor élem a Krisztust, kialakul a nyáj immunitás, ez a fajta készség. Adja Isten, hogy ezt az oltóanyagot is megkapjuk. Én tegnap megkaptam az oltást. Reméljük, hogy védett leszek, meg ti is azok lesztek tőlem, és adja Isten, hogy ez a szent lélek is beoltson bennünket, és most ezeket a gyerekeket is, akiket be fogunk mutatni, hogy ők ilyenek legyenek, akik megtanulnak az Isten szemével látni, az ő szavait kimondani, az ő szavait meghallani. Áldást fogunk nekik majd adni
előre szólítom őket, kezesek állnak mögéjük, és akkor kérjük az Úristent, hogy ők legyenek ilyen remény emberei ebben a kis közösségben, ebben a faluban. Lépjenek elő, akik ebben az évben kívánnak az első áldozáshoz járulni. Katona Zsigmond, jelen. Légrádi Kirill és Csenge. Elkuali János. Mádai Bence. Kovács Visontai Bori. Kovács Visontai Rozi. Kósa Kamilla, Gréta. Most itt maradok a mikrofon miatt, de azért nagyon szeretnénk, hogy amit kérdezek tőletek, azt megértsétek, és megtegyük. A hit útja, amelyen Krisztus lesz a vezetőtök, a szeretet által elvezet titeket az örök életre, készek vagytok-e, hogy ma Krisztus vezetésével rálépjetek erre az útra? Kedves kezesek, akik bemutatjátok nekünk ezeket a jelölteket, készek vagytok-e, hogy segítsétek őket abban, hogy Krisztust keressék, megtalálják őt, és teljes odaadással kövessék? Készek vagyunk. Jóságos atyánk, hálát adunk neked ezekért a szolgáidért. Már egy ideje keresnek téged, te pedig kegyelmeddel többféle módon eléjük mentél, és megérintetted szívüket, és ma jelenlétedben válaszoltak. Megjelöljük érzékszerveiteket a kereszt jelével, hogy megtanuljátok Krisztus lelkületével hallani, az ő szemével látni, az ő szavait kimondani, az ő kezével jót tenni, az ő útjain járni. Jobbra fordul. Fogadjátok a kereszt jelét a szemetekre, hogy megnyíljatok Isten világosságára. Fogadjátok a kereszt jelét az ajkatokra, hogy felelni tudjatok Isten igazéjének üzenetére. Fogadjátok a kereszt jelét a fületekre, hogy meghalljátok az Úr szavát. Fogadjátok a kereszt jelét a kezetekre, hogy minden cselekedetetek Krisztust hirdesse. Fogadjátok a kereszt jelét a lábatokra, hogy Krisztus követségében járjatok. Megjelölünk mindannyiatokat a kereszt szent jelével, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy az evangélium szerint éljetek mindörökkön örökké. Amen. Visszafordulsz. Balázs ad nektek egy-egy gyertyát. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hallgass meg jóságosan könyörgésünket. Őrizd meg ezeket a jelölteket, akiket megjelöltünk az Úr keresztjének szent jelével, hogy ugyanennek a keresztnek erejével hitünk tanítására figyeljenek.
parancsaidat megtartsák, és így méltók legyenek elnyerni az újjászületés nagy ajándékát Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Elindul Zsigmond szépen, és így mentek szépen sorban, te is. Közösen valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lélegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Élek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei Atyánk egyelmi ajándékát parancsainak hűséges megtartásához. Urunk, ismerje fel az egész világ, hogy parancsaid szeretetből fakadnak és üdvösségre vezetnek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent Atyánk, Ferenc pápa és püspökeink törvényeid útján vezessék a gondjaikra bízottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. A népek vezetői szent akaratod szerint békében és egyetértésben kormányozzák a nemzeteket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Oltárodnál egybegyűlt híveidet erősítsd meg a hitben és az áldozatos szeretet gyakorlásában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy parancsaid útján járva minden kísértésnek ellenálljunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, add, hogy parancsaid teljesítésével járjuk az üdvösség útját, és eljussunk az örök boldogságra Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozatok testvére, áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyháza vára. Urunk Istenünk, engeszteljenek meg ez az áldozat, hallgass meg imádságunkat, amikor bűneinkért bocsánatot kérünk, és add, hogy mi is szívből megbocsássunk embertársainknak. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a múlandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül mondjuk. Istenünk, te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embereknek javára válik, hogy szenté legyenek, miként te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, és árasz ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, a mi kezünkre adta önmagát, s engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a te szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és föltámadását a sírból, s eljövetelének boldog napját várva fölajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas Atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve a Szent Lélek erejével egy testbe gyűljenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében, Ferenc pápánkkal, Zsolt püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk.
hogy szentek lehessünk a szentek közt a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket most a te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusot hálaadásával együtt, alázatos megvallással mondjuk. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélek keletségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent Atyának hívjuk testvéri szeretettel, bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, hatalom és dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy mikorba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az Thank you.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, amikor itt a földön mennyei kenyérrel tápláltál minket. Alázattal kérünk, mutatkozzék meg tetteinkben is, hogy a szentségben veled találkoztunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Testvéreknek hirdetjük, a következő időszakban a járványügyi előírásokat betartása miatt csak online lesznek szentmiséink. Kedden és szerdán este 6 órától egyéni szentségimádásra lesz lehetőség itt a templomban, tehát kedden és szerdán 6 órakor kinyitjuk a templomban, és jöhetünk imádkozni egy megfelelő távolságot tartva. Én is eljövök, gondolom, felolvasom a napi evangéliumot, és egyénileg tudunk csöndben imádkozni. Szombaton este 6 órakor lesz itt Szent Mise, amit közvetítünk majd, és vasárnapra is be tudunk abba kapcsolódni. Még pontosan kitaláljuk, hogy hogyan legyen a közvetítés. Mindenképpen szombat este 6 órakor tervezünk itt Szent Misét mondani, és abba majd az internet segítségével. A nagymarosi plébániának a honlapján rajta van, Nagymaroson minden nap van Szent Mise, és ottani csatornába be tudunk csatlakozni. Ott este 6:30 vannak a szentmisék, vasárnap pedig 9:00 lesz a szentmise. Meglátjuk, hogy szombaton esti misét mikor tudjuk vasárnap majd itt az Ebegényi templomból leadni. A lelkigyakorlatot nem tudjuk folytatni közösségileg. Ha vége lesz ennek a rendkívüli időszaknak, akkor folytatjuk. Biztatjuk a testvéreket, hogy az eddig elhangzottakat esetleg újra megnézhetik a nagymarosi honlapon, olvassák a könyvet és a napi igéket. Keresztutat jártunk péntekenként, most nem tudjuk, majd talán a szombati szentmise végén az online, akkor egy ilyen imádságot fogunk végezni, amit talán be tudunk kapcsolódni online módon, illetve pénteken 5 órakor a Kálváriánál fogok imádkozni, akinek van kedve, jön velem, de nem együtt leszünk, csak külön-külön együtt imádkozunk. A Caritas tartós élelmiszert gyűjt ennek a módjáról, akit érint ez most a szentmise után, keresse meg, hogy vannak a testvérek. Talán valahol le kell tenni, úgy tudom, ezt a csomagot. Kapuba vagy a Szent Antálnál tegyék le, és akkor nagyon köszönjük az adományokat. Reméljük, hogy találkozunk személyesen is majd még húsvét előtt. Húsvét előtti héten mindenképpen tervezünk gyónási lehetőséget, ha más nem, akkor ilyen sétáló gyónás lesz Maroson, azt beszéltük meg a Dunaparton, negyedórás váltásokban, séta, gyóntatás, Zebegénybe is be fogjuk vezetni majd. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével. Istennek legyen.